Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, Sarnyai Leona vagyok, a ma reggel 9 órás Szinergia Online Fórum vendége, Kálmán Lőrinc, és már is hozom fel nektek, aki egy nagyon érdekes, és azt hiszem, hogy sokunkat foglalkoztató témát hozott, mégpedig a kovorgó lelkekről fogunk ma vele beszélgetni, és közben bármi kérdésetek felmerül, nyugodtan kérdezzetek Lőrinctől a cseten, igyekszünk mindenkinek a kérdését megválaszolni, de mielőtt elkezdenénk a téma boncolgatását, Lőrinc, megkérlek szépen csak néhány mondatba mutatkozz be a kedves nézőknek, mivel foglalkozol, mit csinálsz, miben tudsz segíteni az embereknek, tiéd a szó, Lőrinc. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Kálmán Lőrinc vagyok, 22-3-4 éve foglalkozok ezotériával, spiritualitással. Elsősorban a fő területem az energetika, tehát energiával foglalkozok, erről tartok előadásokat, oktatásokat, hogyan lehet az energiával, harmóniával hozni önmagunkat és a környezetünkben lévőket ehhez segíteni. Viszont ehhez a tanításhoz hozzá tartozik az is, hogy nem csak az élőknek tudunk segíteni, hanem úgymond a kóbor lelkeknek is, hogyha szükséges. De hát ahhoz, hogy ebben segíthessünk, ma a képesség mellett azért jelentős mennyiségű tudásanyag is szükségeltetik, hogy tudjuk, hogy kinek lehet, kinek nem. És végül is az elmúlt 20 év tapasztalatait próbálom kicsit sűrítve megosztani veletek most. Köszönjük szépen, Lőrinc! Ugye, mint ahogy említettem, a kóborgó lelkekről fogunk veled beszélgetni, fogsz nekünk erről beszélgetni. Sokunkban felmerül, még a mai napok is, hogy léteznek ilyenek? Lőrinc, ha igen, akkor hogyan jönnek ezek létre? Kezdjük azzal, hogy a lélek, mint halhatatlan entitás, a test halálával, a dolga az lenne, hogy visszaszáll szépen a létközbe, köztes létbe, minden vallás, minden filozófia másnak tekinti. A lényeg az, hogy vissza kell mennie valahova, ahonnan újra nekifut a bulinak. Ez általában azt mondják a többség, hogy erre 6 hét áll rendelkezésre, vagyis 42 nap, amíg nyitva van egy fénykapu a eltűnt testhez tartozó léleknek. Majd, hogyha ez alatt a 42 nap alatt ő nem megy el, akkor még mindig egy hét áll rendelkezésre, hogy úgymond angyali vagy elhunyt hozzátartozói segítséggel még azért lenyúlkálnak érte, és próbálják fel citálni. És ha ennek is ellenáll, akkor bezárul ez a fénykapu. Tehát 49 nap után bezárul ez a fénykapu, bár beszéltem olyan médium hölgyel, aki azt mondta, hogy ez mindössze már 40 nap, túl nagy jelentősége nincsen, ha egyszer nem megy el, nem megy el, itt marad, és itt marad egy úgynevezett nihilben végül is, egy sötét nihilben, ahol időtlenség van. És a legszörnyűbb az, hogy onnantól kezdve, hogy lezárul neki a kommunikációs csatorna, és nem tud kommunikálni senkivel. Szó szerint bele is zavarodnak ebbe a lelkek, nem? De nem csinálják azokat a különböző fura tevékenységeket, amikkel próbálják felhívni magukra a figyelmet. Amikor itt maradnak, hát eleve több okból maradhatnak itt. Miért maradnak? Mi nem mennek el? Hiszen ez lenne az észszerű nekik. Az egyik nagyon fontos ok, hogy úgy érzi, hogy neki még itt dolga van kőkeményen. Ott a gyönyörű feleség, a 4 szép gyerek, a nagy karrier, a kacsalábon forgó palota, meg a csili-vili luxusautó, és minden szép és jó neki. Hát nehogy már ő neki még itt dolga van. És nem akarja elfogadni, hogy már pedig nem, mert vége a bulinak. Hát ezek azok, akik hirtelen erőszakos halállal fiatalon középkorúan mennek el. Nos, van egy olyan terület, ahol pont ez a réteg nagyon nagy mennyiségben és gyorsan és hirtelen megy el, a csaták, a háború. Éppen ezért
nagyobb csaták helyszínein lényegesen jelentősebb tevékenységet lehet ilyen téren észlelni. Nagyon sok kísértett történet is szól arról, hogy néha-néha megjelenik egy lovas csapat és átforzik a vidéken, mit tudom én, középkori vagy valamilyen öltözékben, meg hasonló. Tehát léteznek ilyen leírások is rendszeresen sok felé. A nagyobb véresebb csaták voltak, ott bizony néha még zajok is átszűrődnek az adott szituációból, hiszen akkora erővel maradnak jelen ezek a lelkek, ekkora erőt összpontosítanak önmaguk által. Hogy ez pontosan miért történik így és hogyan, hát erre én nekem legalábbis nincs magyarázatom, különböző tanításoknak lehet, hogy van erre, hogy ez hogyan tud megvitesülni, hogy ekkor erőt tudnak összpontosítani. Ezt nem tudom. A lényeg az, hogy a csaták, háborúk nagyon-nagyon sok kóbor lelket produkálnak, gerjesztenek. A másik hatalmas ilyen tétel az az, amikor az illető ugyan menne, mert idős, és már várja, és már felkészült rá. Csak éppen a hozzátartozók nem engedik. Jaj, mi lesz velem nélküled? Jaj, elhagytál! Ha én nem tudok eléggé bőgni, akkor még felfogadok néhány siratóasszonyt, hogy még jobban itt tudjunk tartani, és lábánál fogva cibálják vissza az illetőst, és nem engedik el. Nagyon-nagyon sokan emiatt nem tudnak elmenni. Azt hinnénk a keleti filozófiákról, hogy mennyire felvilágosultak ilyen téren. Hát nem. Ott még külön oltárokat is emelnek az elhunyt ősöknek, és ott imádkoznak hozzá napi szinten. A nagypapához, a dédpapához, a mindenkihez, hogy jaj, te mit tennél a helyemben? Semmi. Neki már marhára menne az a dolga. Már rég menne a fenébe. Csak nem engedik. Rettenetes nagy mennyiségben termelik azok a keleti filozófiák, keleti vallások a kóbor lelkeket. Tehát ezek a fő tényezők, amiatt itt rekednek. És őnekik a nagy nihilben, a sötétben, a semmiben egy-egy spirituális képességgel rendelkező személy egy-egy fáklyaként lobog, világít. És egyből gyűlnek köré, hogy kommunikáljanak, segítséget kapjanak, bármi. Na már most nagyon-nagyon sok ember születik le képességekkel. Látó, halló. De tudás nélkül. És körülötte gyűlik ez a sok mindenféle. És ő látja. És hallja. Aha, és akkor közben mondja, hogy te figyelj, te látod ott azt a valamit ott az ajtóban? Nem, hülye vagy, nincs ott semmi. És annyiszor mondják neki, hogy el is hiszi. És a diliház tele volt, tele van ilyen látó-halló emberekkel, akik belezavarodnak abba, hogy képességük van, tudásuk nincs. De ez szörnyű. Aztán, hogyha az illetőnek sikerül úgy megoldania, hogy a képessége az megvan, de valami úton módon találkozik olyan valakivel, vagy a családja olyan, hogy nem utasítják azonnal el, akkor nagyon jó, mert ez egy spirituális fejlettségi fok. Ez egy nagyon jó spirituális fejlettségi fok, hogy eleve ilyennel születik le valaki. És hogyha ez a kellő tudás is meg tudja szerezni, akkor aztán haladhat, fejlődhet és segíthet. Ha nem, akkor viszont eléggé kellemetlen életet él le most ebben az életében. Viszont hogyan lehet nekik segíteni? El lehet őket segíteni a fényben, már a kóbor lehetnek. És pont ez a lényeg. Hatalmas nagy lehetőség és hatalmas nagy segítség. De nem szabad agyba főbe az összeset elküldeni. Hiszen a többség még fél. Ha valaki érzékeli a kóbor lelkeket, sokszor érzi az érzeteiket, a zavarodottságukat, a félelmüket, a fájdalmukat. És a legtöbb még nem felkészült arra, hogy elmenjen a fénybe. Mert fél, nem tudja, mi várja ott. Nem véletlenül nem ment el. És hogyha olyat küldünk el a fénybe, aki nem készült fel, nem szeretne, azért föntől jönni kell, jön némi bűnti. Tehát önmagában ezzel a képességgel sem szabad barázdálkodni. Hanem akkor tiszta ez a dolog igazán, hogyha van képességünk arra is, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy ki az, aki csak kommunikálni szeretne, és ki az, aki el. Mert hogyha erőnk van ahhoz, hogy elküldjük, csak ő nem kérte ezt, hát az nem jó. Sem neki, meg nekem sem, amit kapok érte. De
Van a tanításunkban olyan, amivel képességet kapsz arra, hogy érzékeld azokat, akik segítséget kérnek. Nem válsz látóvá, hogy lássad az összeset, hiszen többsége nincs dolgod. Igazán dolgod azzal van, aki el lehet küldeni a fénybe, már felkészültve. Azt a segítséget kér tőled, ezt érzékeled, és rögtön nem kell imádkozni, nem kell gyertyát gyújtani, semmilyen szeánszot, semmi szertartást nem kell tartani, közvetlenül küldhetjük el őket a fénybe. És ennél nagyobb segítség nincs. Na most egy élő embernek segítek a betegségét javítani, megszüntetni, az egy nagyon-nagyon jó dolog. Van az életszakasza, abban van egy picike kis rész, ahol ő beteg, és én ebben a pici részben segítek, hogy ez jobb legyen, az ugye nekem, mint szolgálat, az lejön a karma tarsóiba, jaj, de jó nekem. Na de hogyha olyan lelket segítek el a fénybe, aki akár évszázadok, évezredek óta itt lekett, az megtudja. Hiszen visszakerülhet a körforgásba, és tovább tudja élni a fejlődését életről életre, amiben megrekedt akár több száz vagy több ezer élet. Van valami kérdés közben, mert nem látom a... Nincs, csak ahogy beszélsz, és hogy mondod, hogy meghalnak, mi történik a lélekkel. Lőrinc, tudod engem mindig mi foglalkoztatott, hogy miért lesz valaki, tehát ha egyáltalán öngyilkos lesz, az ő lelkével mi történik? Ugyanaz, mint aki? Ugyanaz. Ugyanaz. Nem az a lényeg, hogy a halála után mi történik a lelkével. Az, hogy következő leszületése után mi történik. Hiszen ő kapott egy, nem is kapott, mert nem kapott, felvállalt egy csokornyi feladatot leszületése előtt. Na most ebbe belebukott, ezeket a feladatokat nem tudta elvégezni, annyira, hogy radikálisan adta föl a dolgot. Onnantól kezdve a következő életében túl sok választási lehetőség nincsen, visszakapja ugyanezt a csomagot. Na, fuss neki még egyszer. Oh. És még egyszer, amíg nem sikerül. Aztán. Nem mennyország meg pokol, mert ezeket úgy kitalálták azért a vallások, okkal joggal, hogy valahogy megfogják az embereket. Hiszen valahogy kellett őket jutalmazni és büntetni. Kellett ahhoz, hogy valami rendet teremtsenek. Oké, megértem. De valójában mind a kettő itt van. Mert hogyha nem egy életben gondolkozunk, amit ránk kerültettek, hanem ugye sok-sok-sok több életben, akkor mi történik? Leszületünk újra. A menny meg a pokol itt van. Csak attól függ, hogy most a pokolból vagy a mennybe kerülök, hogy a megszabott számú felvállalt feladatomból én mennyit teljesítettem és hogyan. Akkor, amikor a létközben vagyunk, megvilágosodott állapotban vagyunk. Akkor jönnek szépen elénk sorra, hogy az emlékezet tisztává válik, és emlékszem rá, hogy miket vállaltam föl az előző életemre. És végig pedig életem filmje, na ott fönt igazán, csak közben ott van az is, hogy én miket vállaltam föl. És nem ül ám ott egy morcos tekintetű ellenőrző bizottság, akik így bumbumoznak, mert azon el lehet fogni, hogy hát, ó, hát éppen rossz lábbal keltek fel, és én rám pikkelnek, és azért néznek rám ennyire csúnyán. Nem, ennél sokkal kegyetlenebb a helyzet, nincs ítélőbíróság fölöttem, én magamnak kell az ítéletet meghozni, tisztán. Ugyanis látom azt, hogy mit vállaltam fel, és látom azt, hogy mit teljesítettem. Na most itt ebből kijön a mérleg. Felvállaltam? Sikerült? Igen, pipa. Felvállaltam? Pipa. Hát ez nem. Ez sem. Pipa. Nem. Pipa. Pipa. Nem. És abból kijön a mérleg, hogy na most hogyan sikerült ez az életem? Jól sikerült ez az életem? Akkor tovább léphetek. Ettől függetlenül azokat a feladatokat, amiket előzőleg felvállaltam, de nem sikerült megoldani, azokat felvállalom újra, csak vállalok mellé még mást. És azokat garantáltan elém fogja pakolni az életem. De ha túl sok nem sikerült, az azt jelenti, hogy valamit nagyon elszúrtam, akkor visszalépés következik. Hát ez nem megy még neked, akkor fuss neki még egyszer, és akkor előző feladatokat vállalok fel újra. Na most ez a pokol. Hiszen rosszabb körülmények közé visszafejlődve kerülök vissza. Ha előre lépek fel, de fejlődök, haladok, akkor szintén itt mennyország. Jaj, de szép nekem, hiszen fejlődök. Persze elképzelhető egyébként a mennyországba jutva sokkal keményebb, drasztikusabb feladatokat kapok, de fejlődésnek árva.
Lőrinc, közben jött egy kérdés hozzád Erikától. Hogyan segített fel őket? A tanításunkban ez szintenként változik. A legalacsonyabb szinten még nekünk is segítséget kell kérni hozzá a mesterünktől, aki ezt a tanítást létrehozta. De csak annyi gondolatban, mester, kérlek, segíts a fénybe, és megtörténik. Amikor magasabb szintre kerülünk, akkor nem kell segítséget kérni, csak közvetlenül, én már küldöm is föl a fénybe. Még magasabb szintre kerülve, már nem is kell küldeni, már nem is feltétlenül érzékelem, hogy segítséget kért, hanem egy állandó fénykaput tartok nyitva a fejem fölött, és aki engem szimpatikusnak talál, az tőlem segítséget kér, és automatikusan megy is el. Ilyenkor már maximum a köszönetet, a visszajelzést érzem, hogy hoppá, megint elment valaki. De ha egészen mással foglalkozok, dolgozok, akkor azt se veszem észre, hogy éppen elment valaki, mert nem feltétlenül az a picike kis jelzés, nem biztos, hogy észreveszem a visszajelzés. Viszont volt érdekes tapasztalat. Olyan helyen, ahol nagyon sok kóborlőnek volt, és sötétben voltunk. Egymás mellett álltunk ketten, akik ilyesmivel foglalkozunk, és amikor éreztem egy visszajelzést, hogy elment valaki, a mellettem álló látta a fejem fölött egy pici, mint egy öngyújtó szikra. Csak annyi. Csak a fejem fölött látott egy annyi felvillanást. És amikor én láttam az ő feje fölött ilyen felvillanást, akkor ő érezte a visszajelzést. Tehát láttuk is a fénykapu megnyílását, és egyértelműen beigazolódott, hogy működik, hiszen pont ugyanakkor a másik érezte a visszajelzést, hogy igen, éppen elment valami. Fantasztikus élmény. Tehát mégis szintenként változóan küldjük el a fénybe, de a lényeg az, hogy nem kell hozzá segédeszköz, nem kell hozzá semmi mantrázás, semmi, hanem a képesség az bennünk van. Ezeket a képességeket ide elevenítjük fel, és így nagyon könnyen, gyorsan lehet segíteni. Lőrinc, és mit jelent az, mikor azt halljuk, hogy rám telepedett egy kóbor lélek? Veszi el tőlem az energiát? Azért betegedhetek meg? Vagy, és milyen, mit tapasztalok, hogy, vagy a körülöttem lévők, hogy nem úgy viselkedek, ami eddig megszokott? Miért? Tehát a kóborlélek nem ment el, mert például nem fogadta el, hogy neki már nincs itt dolga. Ahhoz, hogy a fizikai síkban hatással tudjon lenni, egyetlen egy lehetősége van rá, ha a fizikai testet birtokol. Normál esetben ez ugye test és lélek összekapcsolódik, és az a lélek irányítja azt a testet, és tök jól megvannak együtt. De abban az esetben, hogy az illető kóbor lélekké válik, neki nincs jogosultság a test használatra, mert nincs hozzárendelve a testhez. Ettől függetlenül, ha a fizikai síkra ő hatással szeretne lenni, akkor kell szerezni egy testet. Hogyan teheti ezt meg? Ha az illető például klinikai halállapotába kerül, tehát kilép a lélek a testből egy kis időre. Baleset, súlyos betegség, nagyon-nagyon-nagyon legyengült lelki állapot, tehát nagyon nagy trauma, akár haláleset vagy ilyesmi. Nagyon csúnyán berúgott az illető, vagy nagyon csúnyán bedrogozott az illető. Ilyenkor a lélek mindig valamennyire eltávolodik a testről, tehát a kapcsolat csökken, romlik. Vagy az illető nekiáll mágiázni, szerelmeket idézni, ez is elősegíti ezt a dolgot. Na, az eredmény az, hogy rácsatlakozhat a testre egy másik lélek, egy kóbor lélek. Ettől függetlenül a fő léleké a főszelep. De akkor, amikor valamiért a lélek elgyengül, tehát komoly lelki trauma, fáradtság, fizikai kimerültség, sok minden. Tehát amikor ez a kapocs egy kicsit, ez a kohézió egy kicsit csökken, na akkor átveszi esetleg a hatalmat egy kis időre kóbor lélek. Az, hogy mennyi időre és mennyire, ez sok mindenen múlik. A lényeg az, hogy skizofrén módon kattanásszerűen bír változni az illető személyisége. Magyar nyelv, teremtő nyelv. Ő keményen kimondja a dolgokat. Mit mond az ilyen személyre? Megszállott. Megszállottan viselkedik. Ugye?
mert megvan, megszállta egy kóbor lélek. Erre csinálták az ördögűzéstől kezdve sok mindent. Ilyenkor értelemszerűen az illetőnek ez a lélek, ez fogyasztja az energiáját, tehát fáradékonyabb, betegesebb lehet, sok problémája lehet. Ez emiatt is. Tehát ha éppen nem változik a személyisége olyan radikálisan, akkor is nagyon sok probléma lehet belőle, hiszen egy plusz lélek azért kőkeményen fogyasztja az energiáját. És akkor, amikor az illető átveszi, az a kóbor lélek átveszi a hatalmat, akkor van az, hogy egész másképp beszél, másképp viselkedik, másképp reagál, más tesz, mint egyébként szokott. És utána normál állapotban akár biztos emlékszik ezekre. Tehát ténylegesen ez skizofrén jegyeket mutat az illető. Nos, azzal az energetikai rendszerrel, amivel foglalkozunk, fel tudjuk mérni a másik energetikai állapotát. És rögtön kiderül, mert van különbség arra, hogy az illető elmebetegként skizofrén-e, mert akkor is mást érzi. Vagy, hogy kóbor lélek van-e rajta, mert azt is másképp érezzük. És akkor rögtön lehet tudni, hogy most valódi skizofrén, vagy kóbor lélek irányítja. És a kóbor lélek irányítja sokkal könnyebb a dolgunk, mert egy valódi elmebeteg skizofrén cefet nehéz behozni, ha lehet egyáltalán. De egy kóbor lelket pikpakra le lehet küldeni az emberről, és onnantól kezdve megszűnik ez a probléma. Egyébként kóbor lelk úgy is kerülhet az illetőre, hogy úgymond rontás, átkot, kötést küldenek rá. Mi nem érzékeljük azt, hogy az illető rontás, átkot vagy kötés van-e. Nem vagyunk látók, nem vagyunk médiumok. Azt érzékeljük csak, hogy kóbor lélek van rajta, meg kóbor lélekkel érkezik ilyenkor a csatorba. És az illetőről leküldjük a kóbor lelket. Tök jó, megszűnik neki a probléma. A gond csak ott van, hogyha az, aki ráküldte, az van akkor a tudás birtokában, képesség birtokában, hogy érzékeli, hogy eltűnt róla az a bizonyos ráfakolt kolonc, és az a lendülettel pakolja vissza az illetőre. Volt egy ilyen szituáció, egy MLM guru úriember, egy barátom és tanítványom járt hozzá, egy új MLM rendszer felépítésén dolgoztak. Őt kicsábították egy másik MLM rendszernek a nagyon magas pozíciójából, hogy építsük fel ezt a hálózatot. Ebben a rendszerben viszont volt egy mágus, aki, hát ebben az MLM rendszerben hozzátették azt, hogy kötelező spirituális oktatás a részvevőknek. Na ott itt nekem már állt a szűr a hátamon, hogy mi az, hogy kötelező spirituális oktatás? Hát ilyet nem szabad, ilyet nem lehet. Tehát itt már nekem nagyon-nagyon fura volt a dolog. Utána mondta a tanítványom, hogy jöjjek már el, nézzem már meg, mert ő neki furcsa a barátjának, ennek az MLM gurunak a viselkedése, meg megérzékel rajta dolgokat. Elmentem egy ilyen előadásra, én is felmértem, majd félrehívtam, és mondtam, hogy most lehet, hogy hülyének fogsz nézni, de ezt el kell mondanom, a barátaim is jelezték, hogy érzékenek rajta valamit, lecsekkoltam, és valóban úgy tűnik elképzelhető, hogy valami kötés van rajta. Tudom, mondta ő, na akkor én nekem esett le az állam, hogy mi az, hogy tudod. És mondja, hogy igen, ezt már sokan mondták neki, sokan le is vették, jó drága pénzekért. Csak aztán mégis mindig ott volt. Innentől kezdve értelemszerűen úgymond úgy érezhette, hogy azok, akik drága pénzért levették róla, azok átverték. Pedig szó sincs róla. Azok valóban levették róla. Csak az, aki rárakta, az egyből újra rárakosgatta. Éreztem tőle, hogy meg akarsz szabadulni ettől úgy véglegesen? Mondja, persze, hogy nem. Jó. Megkapod nálunk az oktatást, megkapod vele a nyitást, a képességeket, és ki kapsz mellé egy védelmet. Mert nálunk egy védő is jár hozzá alapból. Ugyanis akkor a képességrendszert kapunk, amit felelőtlenség lenne védelem nélkül. Más tanításokban kap az illető valahol, valamelyik szinten egy szimbólumot, ami a védelmet állíthat magának napi szinten. És ha elfelejti, akkor nincs védelem. Azért ez felelőtlenség. De szerintem legalábbis, nálunk nincs szimbólumozás, nincsen hiba lehetőség, kapsz egy védőt, és az
véd, ha te nem rontod el a dolgokat, hiszen szabad akarat van. Na már most ezt felajánlottam neki. Ilyet a lehetőséggel egy héten belül megtartottuk neki az oktatást. Meg lett a vérelme. Egy hónapon belül kigolyózták a cégből, zsarolással, fenyegetéssel. Mert nem tudták túl át irányítani. Hozzátenném, hogy ez a cég nem indult be igazán. Szerencsére. Gyurinc, jött még hozzád két kérdés, és már azt hiszem, hogy te mindjárt elolvasod, de mielőtt megválaszolnád kedves néző levelét, válaszold már meg nekem azt a kérdést, hogy ezzel a tudással, amivel most te rendelkezel, kell, hogy találkozz személyesen az emberrel, aki meglásd, hogy van-e rajta kóborló szellem, vagy akár te most így rajtam is meglátnád, hogy van, vagy nincs? Hát egy személyes kontaktus nem árt, kell hozzá mindenképpen. Egy az ő, aki személyesen kéne kérnie, legalább mód van rá azt, hogy mérjen föl energetikailag. Ha ez megtörténik, távol is lehet érzékelni azt, hogy van, vagy nincs. És távol is lehet energetikailag ezt rendezni. Személynél egyszerűbb a dolog. Hogyha egy helyet kell tisztítani, úgymond, ahhoz legalább egyszer jelen kell lenni a helyszínen, és helyszínen tisztítani, hogy utána távol lehessen ezt a tevékenységet folytatni tovább. Köszönöm szépen a válaszodat, és most én olvassam, mert egy kicsit hosszabb jött, de jó lenne, ha te felolvasnád és megválaszolnád a... Nem kell elképzelni a fénykaput. Nem kell túlbonyolítani. Tehát gondolatban elég elképzelni a fénykaput, és adva van, hogy elmenjen. Nem kell elképzelni a fénykaput. Csak felszólítani. De ehhez kell a képesség. Persze valakinek lehet, hogy el kell képzelni a fénykaput, meg mindenféle dolgokat. Én csak a saját rendszeremről tudok ilyen szétéren szólni, hogy nálunk nem kell elképzelni semmit. Nem kell elképzelni, hogy ez most hogy néz ki, milyen színű, milyen szagú, merre kanyarodik, stb. Semmit az égvilágon. Ez csak túl bonyolítani. Főleg, ha gondolkozunk, csak bonyolítja a dolgot. Nem. Elég erre gondolni, csak ez meg kell lenni a képességnek, hogy ez így működjön. Ha valakinek nincs meg a képessége, annak jön a gyertya, az ima, meg ki tudja mi minden. Nálunk, mivel képesség van hozzá és erő van hozzá, nincsen szükség ilyenekre. Hogy valamit vizualizáljunk, elképzeljünk, vagy bármi ilyesmi, ha nélkül működik. És olyan sokszor halljuk Lőrinc ezt a szót, hogy démonok. Most a kóborlelkek, ők a démonok? Nem. Nem? Nem. A démon az egy sokkal-sokkal erőteljesebb, radikálisabb entitás. Egy átlagembert a démon nem fog megszállni, mert nincs benne neki kihívás. Neki nem az a dolga. Ez a kóbor léleknek buli. A démonnak sokkal inkább az a buli, mivel arra lettek kidolgozva elsősorban, hogy nagyon spirituális képességgel rendelkező személyeket foglaljanak be, akinek már vannak kőkemény képességei és tudása, és azon keresztül legyen hatása a fizikai univerzumra, mert a démonok is, bár érzeteket kőkeményen tudnak ám gerjeszteni, félelmet, stb. Mindenféle rossz érzeteket önmagában is, tehát erre azért képesek, de komolyabb hatása a fizikai univerzumra, ők is akkor tudnak lenni, hogyha egy fizikai testben vannak. De ha fizikai testben vannak, aki olyan képességekkel rendelkezik, akkor aztán bírnak rendben nagyon. Tehát ők arra vannak, hogy elvileg, amit én tudok róla, az az, hogy még réges-régen, amolyan mágus háború idején lettek létrehozva, áthívva, ki tudja, egymás ellen a mágusok alkalmazták őket az említett célra, hogy belemenjen, megszállja, befoglalja, és onnantól kezdve a másik mágus tudja irányítani ennek a mágusnak a képességeit, tudását. Na most mágus háborúk ennyire nyíltan jelenleg nincsenek, de a démonok jelen vannak. Arról viszont tudok, hogy a tevékenység jelenleg radikálisan növekszik. Azt tapasztalom én is. Tehát azok, akik úgymond harci mágiával dolgoznak, ezek kimondottan ezek ellen, ők is beszámolnak róla, hogy folyamatosan növekszik az erősödik a tevékenységünk, és én is tapasztalom sokféle.
És most elkezdett már dolgozni a fantáziám. Sokszor hallani azt, és olvasni róla, hogy egy-egy elhagyott házban, ugye, ha bármi történt, ott vannak kóborlelkek, azok is uralkodnak valakin, vagy azok ott csak ott vannak. Érted, Lőrinc, mire? Ha a helyszínen vannak, akkor helyhez ragaszkodnak valamiért, valószínűleg ott haltak meg, vagy ilyesmi. Ragaszkodnak a helyhez. Igen. És de akkor, ha nem, akkor ők miből merítik az erőt? Érted-e? Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Az energia az körülöttünk van folyamatosan. Ők is ebben a térben maradnak, tehát ők körülöttük is ott van az energia. Valamilyen szinten ők is fel tudják venni. Csak akkor a nagy képességgel nem bírnak felvétel terén, mint egy fizikai testben, testtel rendelkező. Valamennyit föl tudnak ők is venni, tehát így vegetálnak. De tény és való, hogyha megérkezik oda egy pár ember, és ott vannak egy kis ideig, akkor a tevékenységük ezeknek felerősödik, hiszen ő belőlük, az emberekből, a környezetükből több energiát tudnak nyerni. Pontosan a félelmeikből is például nagyon, nagyon sok energiát tudnak nyerni. Tehát éppen ezért vannak az ijesztgetések, és ahogy az ember megijed, és elkezd félni, és borzongani, na, abból is nyernek ők energiát. Viszont, ahol nagyon-nagyon sok kóborélek kell találkozni, értem szerint a temetők, templomok, kórházak, valamint az előbb említett olyan helyek, ahol csaták, háborúk dúltak, és a katonai emlékművek. Ott is nagyon sok gyűlökezik. Ott jól lehet dolgozni ezeken a helyeken. És Lőrinc, aki erre képes, például kimegy a temetőbe, kint van a temetőbe, akár megláthat kóbor lelkeket? Hogy néznek ezek ki? Ha látási képessége van, akkor igen. Mi nem kapunk látási képességet, mert csak zavarna minket. Mi nem. A többségükkel nincsen dolgunk. Csak azt érzékeljük, aki segítséget kér. Most, hogyha látnánk az összeset, hát így is elég ijesztő pár embernek, mert már úgy is, hogy érzi. Nem, ha még látja is. Tehát szabad akarat van, tehát az én döntésemben múlik, hogy én segítek-e vagy sem. Simán mondhatom azt, hogy bocs, de engem zavartok, hagyjatok békén. Van, aki megteszi, mert fél tőlük. Még a képességek birtokában is. A védőnk azért van, hogy ennek a döntésünknek érvényt szerezze. Tehát én azt mondom, hogy ti hagyjatok engem békén, mert nem tudok veletek foglalkozni, akkor nem engedi a közelembe azokat se, akik segítséget kérnének. De látási képességet csak azért, hogy belezavarodjunk, nem fogunk kapni. Ha valakinek feladattak egy között ott van az, hogy látó, akkor az ettől függetlenül látóvá vált, vagy válik. De maga a tanítás erre nem ad. Sem okot, sem képességet, fölösleges. Persze van, akinek jó az, hogy látó, de én a látók többségétől csak azt hallottam, hogy örülnek neki, ha meglátnak. Tehát ilyet. És Lőrinc, miért butultunk le ennyire, hogy manapság, tehát szó szerint most elnézést a kifejezésének, de hülyének nézzük azokat az embereket, vagy elme gyógyintézetbe küldenénk, hogy ilyenekről beszélnek. Régebben őseink és az elődeink azért sokkal többet tudtak erről, jobban tudták ezeket a dolgokat kezelni. Miért van az, hogy most meg ennyire le vagyunk butulva? Hát köszönhetünk másfél ezer év katolicizmus, ugye? Mert az sem támogatta ezeket a dolgokat, meg még rájött 200-300 év materializmus, ez a kettő kőkeményen megtette a dolgát. Az elmúlt 30 évben kezd ismét nyílni a szem, és ismét jönni a képesség, tudás és az elfogadás. És ez mindenkinél akkor kifejleszthető, tehát hogy... Természetesen, természetesen. Az megint más kérdés, hogy kinél hogyan élesedik a dolog. Én például 9 éve voltam már ebben a rendszerben, és még nem éreztem egyszer se kóbor lelket. Temetésen sikerült elküldeni az elhunyt léleknek, elhunynak a lelkét.
közvetlenül sikerült elküldeni a fénybe. Ez a képesség is adott, tehát addig, amíg a test nincs elhamvasztva vagy elhantolva, addig a lélek ott tartózkodik a test közelében valahol, és amikor ott van az ember magán a temetésen, a közelben, jelen van, akkor az elhunytnak a lelkét el lehet segíteni, ez minden fóból lélek, de el lehet segíteni a fénybe, ha még nem ment volna el. Tehát ez is egy dolog. De ha el lett hamvasztva, el lett hantolva, akkor nekünk is már csak arra van lehetőségünk, hogy ha segítséget kérne, akkor elsegítjük a fényből. Tehát én évekig csak ezt tapasztaltam, semmi más. 9 évnek kellett eltelnie, amíg először érzékeltem kóborlelket, és először küldhettem el kóborlelket. Hatalmas élmény volt nekem. Az a látó, akivel éppen jelen voltam, ő látta őket. Én csak abból tudtam, hogy kettő volt, hogy kettő visszajelzést érezte. És akkor ő meg zokogva sírt a kanapé másik sarkában, hogy mennyire megijedt, és meg ott újjongta, hogy ha, végre éreztem, végre, de jó. Ő meg ott zokogott, halálra rémültem, és akkor amikor elküldtem, és két visszajelzés érkezett, és mondom, jé, ketten voltak. Miért nem láttad? Hát az egyik köztünk ment el, másik mögöttünk. Nem láttam. Én csak éreztem, hogy ott van valami, és azt elküldtem. Én csak a visszajelzésből tudtam, hogy az kettő. Ő látta. Halálra is rémült. És Lőri? Nekem még sokáig tartott. Tanítványaim többsége volt olyan, aki az oktatás utáni nap visszahívott azzal, hogy én mondtam, hogy én mit érzek akkor, amikor elmegy. Egy ilyen kellemes, borzongó, bizsergető érzés, amikor valaki egy régen látott, kedves barátot, szerettet meglát. És akkor olyan valami kellemes érzés végigfut az ember arcán. Legalábbis nekem. Tehát én ezzel tudtam azonosítani, ezt tudtam átadni információként, hiszen ilyen szempontból én mit tapasztalok, csak a saját nemben beszélhetek. És akkor másnap felhív a tanítványom, mondja, hogy kellemes bizsergető érzés mi? Aha. Hát neki egy kisebb orgazmus volt, te jó neked. Tehát ő neki, ő másnap már érzékelt kóborleket, elküldte, és egy hatalmas boldogság érzet öntött el. Ő neki így jött le a dolog, de jó neki. Tehát még ez is változó. És mennyire hamar sikerült neki. Tehát ő egyik nap megtanulta este, és másnap már jött az élmény. Nekem 9 évet kellett elvárnom. És közben itt jött a kérdés, hogy hogyan kell elképzelni, hogy visszajelzést kapsz. Hát most ezt meg is válaszoltad éppen. Igen, jött előre. Akkor nekünk élőknek, Lőrinc, azt javaslod, hogy ne ragaszkodjunk annyira az elhunyt szerettünkhöz, mert közben, ahogy beszéltél, nekem eszembe jutottak közeli hozzátartozóim, akik ugye elvesztették a szerettüket, és utána hónapokig nem tudták feldolgozni, éjjel-nappal sírtak, örjöngtek, ezzel akkor mi csak kárt teszünk a... magunknak is, mert minket is gyengít, de neki aztán végig. Egyetlen egy dolgot tehetünk, ha valaki elmegy. Szeretettel megköszönjük neki azt az időt, amit velünk töltött. És ez megtörtént, akkor részemről letudom. Én megtettem mindent, érte. Ez persze nem akadályozza meg az egyik, másik, harmadik rokonomat, hogy ő ugyanúgy kapaszkodjon bele, de az én lelkem tiszta. Én elköszöntem tőle, én őt elengedtem. Nekem is jobb lesz, mert azzal, hogy ragaszkodok valamiben, ami már nincs ott, ezzel az erről a lottóötösbe is reménykedhetek folyamatosan, attól még nem lesz, ez nem lesz meg. De legalább egyfolytában ott van a stressz, hogy jaj, kell. Különleges. Én is megnyugszom, és őt elengedem. Ezzel tudok legtöbbet segíteni neki. Persze segítetek még azzal is, hogy esetleg egy képességgel rendelkező személyt elhívok a temetésre, ha én nem vagyok képességbirtokában. A legjobb az, hogy én magam képességbirtokában vagyok, és bármilyen van. Hát én ugye mindig a rokonok temetés, rokonok barátok temetésén, mint kapásból dolgozok. Persze nem csak rajtuk, hanem a temetőbe is alapból, de értelemszerűen küldöm el. De volt, amikor kimondtam, ezért hívtak ki a temetésre egy későbbi tanítványom, azért hívott el a temetésre, hogy az édesanyját segítsen el a fényre. És Lőr, hogyha ott a temetésnél felsegíted a fényben magát a lelket,
az kihat valamennyire arra az egyénre, aki nagyon sajnálkozik, mert itt, ahogy beszélsz, meg amit én is tapasztalok, hogy azért sajnáljuk és sírunk annyira, vagy őrült fájdalmunk van, mert valahol mi, akik itt maradtunk, önzőek vagyunk. Még Pontosan, mind. magunkat sajnáljuk. Ez így van, magunkat sajnáljuk. Jaj, velünk mi lesz nélküle? Mi lenne? Nekünk élnünk kell tovább az életünket itt. Nekünk más feladataink vannak. Nem ő volt a feladatunk, sok minden más. Ő a feladatait letudta. Ennek örülnünk kell. Egyébként a magyarságnak régen, eredetileg benne volt az, hogy örültek az elmenetelnek. Mária Terézia idejében tiltották meg a magyaroknak, mert ennyire még a katolicizmus agymosása ellenére is olyan szinten ott maradt a magyarságban az ősi hitvilág, hiedelemvilág, hogy a magyarok kijártak a temetőbe mulatni. Ugyanis így búcsúztattak el a halottat. Mária Terézia idejében tiltották meg, hogy az emberek, a magyar emberek nem vihetnek ételt, italt, mulatozás céljából a temetőre. Egész addig élt ez a hagyomány. Ugyanis, mert sírva vigad a magyar, vigatoztunk akkor, amikor elköszöntöttünk valakit. Elsirattuk, de jó kedvel elköszöntünk tőle. Az, hogy elsiratjuk az illetőt, mert hiszen fájdalmunk van, aminek ki kell szabadulnia. Ez természetes. Nem az a baj, hogy én elsiratom az eltűntet. Hanem az, hogy görcsösen ragasztok be és nem engedem el. Örülnöm kell neki, hogy ő végre helyére kerül. Lehetősége van arra, hogy folytassa az életünkkel. Ragaszkodok hozzá, visszatartom, annál többet nem, a legnagyobb, amit lehet ártani egy léleknek, az, hogyha nem engedem el, hiszen megakasztom a életútjának a folytatásában. Lőrinc, közben jöttek beírások, segíts már nekem, hogy közötte vannak-e kérdések. Ha felsegítik, akkor nem fogja az élő energiát elvenni, hogy létezzen. Ez így van, hát ez természetes, persze. Meg kellene tanítani. Igen, tehát ezeket a dolgokat tényleg tanítani kellene. Nagyon-nagyon sok. Mivel a hagyományokból kiveszett, és a hagyományok alapján minden közösségben volt egy személy, minimum egy, de inkább több, akik legalább ezeknek a képességeknek a birtokában volt, tehát alapból természetes volt, hogy valaki elvégzi ezeket a szertartásokat. Most a katolikus, mert ugye környezetünkben főleg a katolikus vallás a mérvadó, a katolikus vallásban ott vannak a lelkészek, ugye? Név szerint az ő dolguk lenne ez, de közben nincsenek ezzel többnyire tisztában. Tehát, mert az ő tanításuk nem ezt foglalja magába. Tehát ez egy kicsit megnehezíti a dolgot, elég visszás helyzetet idéz elő. De addig, amíg megvolt minden közösségben az a tudó ember, aki ezeknek a képességeknek birtokában volt, addig nem volt ezzel probléma. És az a társadalom, az a csoport, az nem termeli a kóborlevélet. Ez pedig nem zárja ki azt, hogy a halálban hirtelen elment fiatalok esetleg maradnak nagyra kell. Ez nem jelenti azt, hogy ha vannak tudó lények, akkor onnantól kezdve nem lesz kóbor lélek, de lesz. Nem mindegy, mennyi. Lőrinc, én most kitehetem neked, sajnos a műsor végére értünk, nagyon gyorsan elrepült a Facebook elérhetőségedet, és ott a nézők fordulhatnak hozzád, akár ezzel a témával kapcsolatban, vagy energetizálással kapcsolatban, igaz? Lőri, nagyon szépen köszönöm, hogy újra itt voltál velünk, és megtiszteltél bennünket, és megosztottad velünk tapasztalataidat és tudást. Jönnek a tapsok, szeretnének még hallgatni. Igen, nagyon szépen köszönöm. Tényleg én azt mondom, hogy így reggeli időben ilyen szép számba összejöttünk, és meghallgattuk Lőrincet. Nektek is nézzük, köszönöm Lőrinc, neked is még egyszer. Szép napot kívánok! Köszönöm a sajnálás mindenkinek! Szép napot! Sziasztok! Sziasztok.